kis történetet szeretnék elmondani, az egy kisfiú megkérdezte az édesanyját, hogy szerinted Isten létezik? És az anyuka válaszolta, hogy igen. És milyen lehet az Isten? Az édesanyja magához húzta a kisfiát, jó erősen megölelte. Isten ilyen. És a kisfiú mondta, most már értem. Tehát akkor, amikor mi is az Isten szeretetét meg akarjuk érteni, hogy mennyire szeret bennünket, akkor szükségünk van arra, hogy a szüleink szeretetét is megtapasztaljuk. Mert minél jobban szeretnek bennünket a szüleink, annál jobban tudjuk érezni, hogy az Isten is szeret bennünket. Van egy ilyen fogalom, a felnőttek értik, a gyerekeknek aztán meg kell magyarázni, hogy az Isten szeretete feltétel nélküli és ingyenes. A feltétel nélküli az azt jelenti, hogy biztosan előfordul, hogy időnként rosszalkottok, vagy nem fogadtok szót. Történt már ilyen valakivel, nyújtsa fel a kezét, hogy nem fogadott szót, igaz, vagy esetleg kicsit tiszteletlen volt. Volt már ilyen, hogy előfordult? Igaz, én velem is előfordult, mindegyikünkkel előfordulnak ilyenek, leteltitek a kezeteket. De az anyukánk meg az apukánk akkor is szeret bennünket. Ha rosszat követtünk el, ha netalántán valami csíntevést követtünk el, vagy az iskolába valami rosszat teszünk, és netalántán szégyenkezhetnek miattunk, a szüleink akkor is szeretnek bennünket. És hát ilyen a Jóistennek a szeretete is, hogy minden gyarlóságunk, minden bűnösségünk ellenére az Isten nagyon szeret bennünket. Tehát az édesanyáink, nagymamáink tanítanak meg bennünket arra, hogy hogyan is kell igazán szeretni. Mert van még egy másik fogalom is, hogy ingyen szeretnek bennünket, vagy úgy is mondhatnánk, hogy a szüleinknek a szeretete áldozatos szeretet. Ami azt jelenti, hogy nem számolják az álmatlan éjszakákat, nem számolják azokat a fáradtságokat, amelyeket értünk tesznek, hanem örömmel megteszik, még akkor is, hogyha bizony ez fáradtsággal, vagy éppen verítékkel jár. Aztán szeretnék egy kicsit szomorú dologra is rámutatni. Az evangéliumban az Úr Jézus azt mondja az utolsó vacsorán az apostoloknak, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Az Úr Jézus az utolsó vacsorán mondja ezt, amikor utoljára van együtt a tanítványokkal. És tudja, hogy már nem sokáig látják őket, ez az utolsó alkalom. És az Úr Jézus nagyon készült erre a találkozásra, erre az utolsó vacsorára, és akkor, amikor valakitől elbúcsúzunk, akkor valami nagy és szép ajándékot szeretnénk adni. És az Úr Jézus is az utolsó vacsorán alapította meg az oltári szentséget, vagyis, hogy ő itt maradt közöttünk a kenyér és a bor színében. De az apostolok nyugtalankodtak, hogy hát mi lesz most velünk, elmegy a Mester? Mit jelent az, hogy már nem látjuk őt többé? De az Úr Jézus azt is mondta, hogy elmegyek az Atyámhoz, és helyet készítek nektek, és várlak benneteket. Csak higgyetek és bízzatok bennem, mert Atyám házában sok lakóhely van.